ingyen elvihető könyvek sorakoznak a Dombóvári könyvtár előtt. Bár az intézmény hivatalosan zárva tart, folyik a megközelítően 90 ezeres kötetállomány átvizsgálása. A selejtezés eredménye a szabadon választható és elvihető könyvhalmaz. Ja, ezeket hoztad? Köszönöm szépen. Jó, köszönjük szépen. Az olvasóját ezt gyorsan kiírom. Így lehet kölcsönözni. Alkalmanként 15 dokumentum is elvihető egyszerre az átmeneti időszakban. Az olvasási kedv nem csappant. A tavaszi időszakhoz hasonlóan, ugye november 11-e óta a Földi István könyvtár nem látogatható, viszont beiratkozott olvasóinknak a hét 4 napján, napi 2 órában, de természetesen ezt rugalmasan kezeljük, kölcsönzési lehetőséget biztosítunk olvasóinknak. Jelöltünk meg délelőtti és délutáni időpontokat is, hogy mindenki ide tudjon érni, aki dolgozik. A kölcsönzés menete az úgy zajlik, hogy az olvasói igényeket e-mailben, SMS-ben vagy Messenger üzenetben keresztül kapjuk meg. Kollégáink a leadott elérhetőségek valamelyikére válaszolnak, hogyha összeállítottuk a könyvcsomagokat, hogy lehet értük jönni. A szükség esetén hosszabbítunk, előjegyzést is lehet kérni. Az irodai szolgáltatásaink jelenleg szünetelnek, tehát nincs fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Visszahozott könyveket természetesen elkülönítjük, és 4-5 nap után pedig visszarakjuk a polcra. Folyamatosan érkeznek az új könyvek, így az olvasók nem maradnak le a legújabb kiadványokról sem. A Túl az Operencián című levelezős játékunkat továbbra is folytatjuk az iskolákkal. Az eddig is levelezős formában zajlott, és illetve igény van rá, folytatjuk. A leltározás egyébként mind a kölcsönző térben, mind pedig az alaksori raktárunkban folyamatosan zajlik. A köztudatban azt terjedt el, ugyebár, hogy látogatási tilalom van, tehát vissza kell találnunk az olvasókhoz, hogy megszólítsuk őket, tehát tudjanak róla, hogy ilyen lehetőség azért adott, tehát jöhetnek, jönnek az olvasók. Megkeressük őket e-mailben, interneten, hogy mik a lehetőségek. A könyvtár vezetője azt mondja, az iskola rendszeren keresztül a gyerekek életébe a mindennapos könyvtár használat és jelenlét egészen a gimnázium végéig beépül. Ezt követően azonban egy jelentős visszaesés tapasztalható. A számok azt mutatják, a gyerekolvasók alig egyharmada lesz felnőttként rendszeres látogató.